Itt vagytok Debrecenben, most már csak néhány napja és kezdődik az olimpiai selejtező. Milyen a hangulat a csapatnál? Nagyon jó, hiszen ezt a hetet vártuk, hogy elkezdődjön. Az előző hét az tényleg arról szólt, hogy ugye volt két mérkőzésünk, felkészültünk, gyakoroltunk, egyre jobban összeszoktunk, akik így ugye nem játszanak egy csapatban, de erre vártunk, hogy ez a hét elkezdődjön, és már csak három nap, úgyhogy tényleg nagyon közel van már ez a három mérkőzés. Januri Kinga elárulta, hogy az öltözőben ilyen kis motivációs szövegeket tettetek fel. Lehet belőle szemezgetni, hogy mik ezek, mivel motiváljátok egymást? Eddig is volt, mert szinte minden mondatunkban benne volt az olimpia, meg az olimpiai selejtező, tehát minden nap beszéltünk erről. Most még tényleg feltettünk plusz ilyen motivációs üzeneteket. Fejből most egyet se tudnék elmondani, de azért, hogyha így ránézünk, vagy csak egy sima zászlót kiraktak, például a Vica Annada kirakta a szállodába az ajtójukra, és a magyarokos sálat, és ez tényleg akárhányszor elmegyünk mellette, rátekintünk, vagy itt az öltözőbe ezekre, akkor ez egy plusz energiát ad nekünk. Ugye láttuk a fiúk olimpiai selejtezőjén, hogy mennyit számított a hazai közönség. Ti is hasonló hangulatot szeretnétek itt majd vasárnap, mert valószínűleg majd Japán ellen fog eldörni ez a továbbjutás. Én nagyon bízom benne, hogy persze messze vagyunk, mert azért Debrecenben vagyunk, és hétköznap lesz csütörtök, de hogy már így csütörtökön is jönnek, szurkolnak, pénteken tényleg még többen jönnek, és vasárnap pedig teljesen telt ház lesz. De én úgy gondolom, hogy aki nem tud esetleg eljönni, és csak a tévéből néz, még ők is nagyon szurkolnak, de persze a fiúknál láttuk, és mi is otthonról tudtuk nézni, és a hideg rázott minket, ahogy a szurkolók is mellettük voltak, és persze amit teljesítettek, és ahogy megfordították ők is, egy percig nem adták fel, és tudták ők is természetesen, hogy mit jelent ez a mérkőzés. És a fiúk is nagyon nagy erőt adtak ebben nekünk, hiszen ahogy láttuk, hogy ők hogy játszanak, és a sikert, hogy elérték, szeretnénk mi is a nyomukba lenni. A fiúkra elmondhatjuk, hogy ez az igazi csapatmunka volt, és hát volt két kiemelkedő teljesítmény, az egyik a kapus poszton, a másik pedig egy szélső játékos volt. Nálatok is ez lehet a kulcs, hogy csapatként szerepeljetek jól, vagy játszatok jól, és legyen kiváló kapus teljesítmény, és valaki, mondjuk te, egy kiemelkedő teljesítmény nyújt? Én azt gondolom, hogy igen, mi magyarok általában a csapatként tudnak jól működni, és mindenkinek hozzá kell tennie egy mérkőzésen a teljesítményét, és amit tud. Persze kell kiemelkedő játék, és ez látszott a fiúknál is, tényleg volt kapus, de hogy mindenki hozzátett. Ha van kiemelkedő teljesítmény, akkor én azt gondolom, hogy az erőt tud adni a többieknek, illetve többet vállal magára az ember, és ezzel egy picit többet segít, de annak az adott játékosnak is, aki szerintem azon a mérkőzésen kiemelkedik, neki is a többiek adnak erőt, és attól tud annyira jól menni és játszani. Úgyhogy nálunk is bízom benne, hogy mindenki hozzá fog tudni tenni, hiszen 1-től 19 emberig szükség lesz mindenkire, és tényleg, hogyha van egy bravúros, vagy bravúr védés, vagy esetleg egy nagyon szép gól, illetve ha el tudjuk osztani a terhelést is, meg a feladatot is, akkor szerintem sikerülni fog. Ugye Kamerun, Svédország és Japán lesz az ellenfél, azért Kamerun nyilván egy kötelező győzelem, a svédek ellen bravúr győzelem lenne, és hát mindenki arról beszél, hogy majd Japánt kell megvenni. Mennyire foglalkoztok Japánnal, azért ők egy egészen más stílusú kézilabdát képviselnek, mint amit mi itt Európában látunk, megszoktatok. Igen, és ugye mi még nem is játszottunk velük, és tényleg nagyon sokat beszélünk Japánról, de mi lányok közt meg azért megbeszéltük, hogy azért meccsről meccsre haladunk. Persze Kamerunról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy egy könnyebb és egy kötelező győzelem, amit persze mi is így tervezünk. És utána ugye jön a svéd, ami, tehát ez a sorrend amúgy pont jó, mert szerintem, ha egy picit könnyebb ellenféllel kezdünk, itt mindenki megszokja a pályát, a légkört, milyen a hangulat. Utána jön egy svéd meccs, ami szerintem ott már senki nem lesz annyira stresszes, feszült, és ott egy bravúrt is tudunk csinálni, és ugye sikerül, igazából beszéltünk akármelyik a Japánról, mert az meg már tényleg egy örömjáték lenne, ha pedig a pénteki nem sikerül, akkor meg még úgy vagyunk vele tényleg, hogy van még egy esélyünk, de az viszont majd úgy kell fölfognunk, hogy tényleg az utolsó, és az is kötelező mérkőzés kell, hogy legyen.
Te már voltál olimpián, csak ez egy kicsit furább olimpia volt, nem a megszokott, egy covidos olimpia volt, de mit adott az neked, és mit jelentene neked, hogy egy második olimpiádon is most Párizsban részt vehetnél, ami ráadásul Európában lesz és közönség előtt? Hát a mindent jelent nekem is, ahogy a többieknek is, és minden sportolónak szerintem, aki ilyen profi módon csinálja. Igen, voltam olimpián, de azért sokan mondták, sokan, akik ott voltak, ugye, hogy, és voltak előtte is, hogy egy olimpia azért nem teljesen ilyen, hogy így mindenki el van zárva mindenkitől, és ugye nézők se jöhettek be. Nagyon messze is volt ráadásul, de az, hogy ott voltunk, azt is számolhatjuk úgy, hogy már egy olimpián voltunk, de ez még nagyobb, nem is tudom, mi lenne egy minden olimpia egy álom, és ez lenne a második, de az, hogy megtudjam én is, illetve a többiek is, hogy milyen egy igazi olimpia, amikor nagyon sokan eljönnek, így, hogy Európában lesz, és nincs messze, hogy nagyon sokan oda is el tudnának jönni magyarok szurkolni nekünk, és hogy látják azt, hogy mi mit teszünk az országunkért, az nagyon jó lenne, illetve valakinek ez az első, vagy az utolsó, vagy az első és az utolsó, ahogy a Kinga elmondta például magáról, de én meg már, hogyha azt mondom, hogy második, persze ez nagyon jó dolog, és még amennyit lehet szeretnék, de ez most egy olyan olimpia lenne, ami szerintem megmutatná azt, hogy milyen egy igazi olimpia, és ami a mi álmunk.